Sziasztok ismét, újra itt vagyunk. Itt van velünk megint Fülkő. Na várjál, most akkor most az előbb nem is ment. Nem, kikapcsoltam, aztán most visszakapcsoltam. Akkor sziasztok. Ismét sziasztok. Leírásban megint ott lett a linkje. Most ugye, most akkor megbeszéltük, hogy a két filmről külön videó nem egybe rakjuk, mert azért... Így van. És ez a videó lesz a Blair Witch 3. Akkor csak a 3, tehát nem a Blair Witch. Hát a Blair Witch 3. Igaz, az említés lehet tenni a többi részről is, bár mondjuk szerintem a második rész az nem méltó még említésre se. Különben én pont miután beszéltünk róla, olvastam, hogy külön, az csak egy ilyen... Az nem is igaz sztori, meg mit tudom én, az csak úgy, mivel nagy sikere volt az egynek, ezért az csak így egy ilyen fan... Hát írtak róla irányát és megfilmesítették. Meg ugye a lényegében annyi, hogy az első rész 94-ben készült, vagy 99. Na, a második a 99-es szerintem. És ugye a lényeg az, hogy 60 millió dollár volt a költségvetés, és a kasztáknál 248 millió dollárt. Ó, fogalmam sincs. Valahogy így hozott. Baromi sikere volt. Igaz, renget nagyon nagy botrány is volt belőlem, hogy a filmet úgy népszerűsítették, hogy úgy próbáltak még több embert bevonzani a moziba rá, hogy azt elkezdték terjeszteni, hogy ez egy igaz történet, hogy a valóságban is eltűnt a három főiskolás. És voltak, akik nekiálltak, elindultak, és tényleg napokat, meg heteket töltöttek azzal, hogy felmutassák. Tehát amúgy ez egy igaz sztori, valóban. Nem. De. Nem, ez csak egy porhintés amúgy. Mi a Blair Witch? A Blair Witch, az első. Az csak egy porhintés. Így próbáltak több embert a moziba csábítani, hogy igaz történet. De. És utána ugye kipattant a balhé, több polgárjogi pár is indult ellenük, és így akkor a nagy nyilvánosság előtt el kellett ismerni, hogy ez nem valós, ez csak egy porhintés volt, és így elnézést kellett kérniük az emberektől. És ez, de ez tényleg, ez nem ez tényleg sikerült, hogy... Nem. Én pedig elhittem. Én elhittem. Valami, szerintem ugye a szerintem az utóbbi időben legismertebb ilyen kézikamerában is, hát az ez a... Mi, és ez a szó, várjál. Ilyen amatőr felvétel. Amatőr felvételes film, amire ismertem, az a Paranormal Activity, ja, de annak ja. Volt az elődje, az a Blair Witch. Ugye, ez volt az első ilyen... Mondjuk, hogyha Paranormal Activity-ről is kiderül, az is hakni. Az is hakni. Az is hakni. Hát nem szóval hakni. Tudod, kérem, az más film, hogy ez... Na, szóval igen. Hazugságban éltem, gyerekek. Hát ez az... Én úgy én is nagyon sokáig hittem azt, hogy a Blair Witch meg a Paranormal is igaz történet. Most ha végig gondolod, most ha valami igaz történet, vegyük a Paranormal. Hogy készül belőle 6 rész? Hát úgy, hogy vágod, van a sztori, és akkor 6 részben leforgatják még. Miért? Hát, de mindegy külön család, meg mindegy ugyanaz történik. De hogyha végigveszed például a Paranormal Activity-nek az idővonalát, akkor oké, hogy mindegyik külön család, de összefoglalkozik. De jó, persze. Igen. De jó meg van csinálva, az tény. De amúgy meg figyelj, hallod, történik még valami paranormális szucs, azt is le tudjuk forgatni a videóban. Jó, az is igaz, szóval. De elismerték, hogy nem igaz sztori. Csak kitalált. Szabad káromkodni a csatornán? Nyugodt. Anyátokat. De amúgy ehhez, hogy ezt elhiggyék az emberek, és még a film után is elhiggyék, ahhoz baromi jó meg kellett nekik csinálni, hogy hihető legyen, hogy igaz történt. Mert az alap ideglenésben, az első Blair Witch-ben baromi jól visszajött, a színészek nagyon jól eljátszották. Na várjál, egyébként kérdezek valamit, hogyha neked már ilyen háttérmunkálatait vannak ezzel a filmmel kapcsolatban, akkor maga egyébként a film nem igaz csak, vagy ez az egész Blair Witch sztori is, ez a maga... Na takarodjatok! Kajak leesett a festmény. Ez benne volt amúgy, látszott szerinted? Pont, nem az tudom. Pont kilóg a képből. Mi? Azt szerintem is. Igen, az pont kilóg. De hallottátok. Akár az elmúlt, akárhány alkalommal videót csináltunk, itt valami paranormális dolog történik. Az ajtó is meg volt. Elmentünk a tóra. Nem is, cigizni mentünk le. Lementünk cigizni, jövünk föl, a nyitott fürdő ajtó csukva volt. Amit biztos, hogy nyitva hagytunk, mert amúgy én mindig nyitva hagyom. Mert a fürdőnek nincs ablaka, és akkor itt szeretem, hogyha szellőzik.
Na lényegtelen, szóval, hogy akkor egyébként maga ez a sztori sem... Nem, maga... Ez hát valami valóság alapja van, de maga az, hogy az a három főiskolás... Tehát konkrétan ez a sztori. Ez a sztori, ez kapott. De maga van a valóság alapjának a Blair Witch. De akkor lehet, hogy ezek valamiből merítették? Tehát, hogy volt valami hasonló történet? Így, hát alapján, igen, mondjuk maga... más nevekkel, meg izéval. Ez a Blair Witch boszorkány, ez egy létező... Ha jól tudom, egy létező mítosz. És ugye ez volt a merítés. Egy létező mítosz. Hogy van tényleg a Blair Witch boszorkány erre tényleg létezett, és akkor ebből merítették ezt az egészet. Ami baromi, tényleg baromi jól jött, a színészek baromi jól átadták azt, hogy tényleg fogalmuk sincs az, hogy hol vannak, mincs, jól eltévedtek. És az elsőt amúgy nagyon sokan nem szeretik, nagyon megosztott a mai embereket is, mert elég lajmatag film, lassú történésű szerintem. A figyelj, maga egyébként ez az egész, tehát hogyha mondjuk a mindegyiket nézzük, mind a hármat nézzük, akkor az összes tulajdonképpen az, de én például személy szerint pont azért szeretem nagyon, mert nem olyan horrorfilm, hogy ez a tipikus gyilkolászás, így folyik a vér, úgy folyik a vér, hanem hogy nem látsz semmit szinte, és de lelkileg így tönkre tesz vágat. Igen, egész atmoszférája. Az atmoszférája, a hang annyira tényleg brutális, vagy annyira parás, és a mai horrorfilmeknek az egyik fő problémája is az, hogy tele keltik meg ezt a hatást. Nem, tele nyomják a jumpscare-ekkel, és akkor el van intézve. De, és a hangulat nincs meg. Nem sok ilyen film van szerintem, ami így a hangulatot visszaadja, az a parás, az, hogy agyon parázott, ilyen még a Sinister szerintem. Az is jó film volt. És ugye ezért volt jó, sokan nem szeretik az ilyen lassú folyású, lagymatag filmeket, nekem például baromi jó volt. Igaz, én az idegölés egyet, azt kb. Szerintem 7 éves volt, amikor először láttam, én akkor majd összeszartam magamat. Elmondom neked, mikor én az E.T.-t láttam legelőször, én azon is majdnem összeszartam magam, amikor kilukta a fegét a bozoltból. Ennek szóval legyen olyan... Fú, nagyon. Fú, nagyon, akkor téged is megviselt. Fú, nagyon. Egy trauma volt. A stásznak az E.T. Szóval fú, nagyon. Úristen. Jó gyerekek. Filmelemzés, level 1000. Így van. Nem tudunk komolyak lenni, amelyik vagyunk. De tudunk. Ezt nem vágom ki, nem érdekel. Na és akkor az első rész sikerén felmozdulva létrejött egy olyan fos, mint a második rész. Na hát ez tényleg. Jó, amúgy nem volt, az se szar, csak... Az annyira rossz lett, hogy talán kebből kétszer néztem meg, és az alapsztoriból is kb. Annyira érzemlik, valamilyen sátánis, vagy gótikus fiatalok elmennek valahova. Igen. És akkor videóhozzák az egészet, és akkor meg, és akkor mint hogyha visszanéznék, vagy visszafele pörögne, vagy valami ilyesmi, valami... Nincs belőle. Hogy nem látszik a felvételen a történés, ja. Ami este történt, de tudták, hogy valami történt, és az egyik megálmodta, hogy visszafelé kell nézni, hogy visszafelé folyik az idő, vagy mit tudom, mi is volt, és visszafelé indították, és úgy látszott minden, hogy... Szóval egy szerintem egy értékelhetetlen produktum volt amúgy. Egyszer nézhető, szerintem. Az az értékelhetetlen produktum szerintem, ami csak egyszer nézhető. Mert most tényleg ismerjük el, ami jó film, az bármikor meg tud újra nézni. Kevés az olyan film. Van sok jó film, amit nem tudnál azért bármikor megnézni. Jó, persze, nem azt, hogy bármikor, de többször meg tudod nézni, nem csak egyszer. És akkor így jutottunk el ugye a harmadik részhez, amit nekem a héten hívtad fel a figyelmem, hogy van. Te is a héten látod nézni. Igen. Tehát én tőle tudtam meg, hogy egyáltalán ennek van több része, és én nem is tudtam, hogy... Igen, én csak a 2-3-ról nem tudtam. És igazából összességében egy baromi jó film ez a három. Így ami fő problémám volt a filmmel az, hogy igazából ez egy reboot-szerű film, hogy az első rész folytatása, vagy valami hasonló. Ugye az első részben van a Heather, a női karakter, annak a öccse pár fiatal társával együtt visszamennek a Blairi erdőbe, Burkittsville-be, hogy kiderítsék, mi történt, vagy ott van-e még a... Mert a testvére szerint, igen, bocsa. Mert ugye szerintem még ilyen, mert ugye felkerül netre egy olyan videó, amiben nem is tudom mi van. Hát amiben látszott valaki, aki ja, igen. Szerint a bosszúra volt. És akkor ugye elmennek személyesen ez a, aki megtalálta azt a videó felvételt,
ugye vele együtt kimennek az erdőbe, és akkor lényegében amúgy annyi a különbség az első részhez képest, hogy itt van GPS, komolyabb ugye a technológia fejlettség, mint akkoriban, de lényegében amúgy ugyanaz a film, csak új köntösbe lett építve, bújtatva. Hát igen, igen. Annyi azért ugye, amit bent is mondtam neked például, hogy annyiban más volt, hogy itt már mutattak valamit konkrétan. Igen, itt azért megmutatkozik a boszorkány is. Igen. De nekem amúgy, ahogy mondtad, hogy ez kicsit hátrány, nekem amúgy ez tetszett amúgy. Mert különben maga, ez nekem is tetszett, csak nagyon át tudja rontani egy ilyen filmnek a az összképét? Nem is az összképét, hanem ezt a parafaktorát, hogy egy gagyi, mintha egy telefonnal oda raktam volna gifet nézni. Ja, igen. És az, mondjuk szerintem ahhoz még nem mutattak eleget belőle. Igen, igen. Mert amúgy tényleg ilyen, csak ilyen villanásokra láttuk meg, de az is elég parás volt. Viszont szerintem itt a harmadik részben sokkal durvábbak voltak az ijeszgetések, hogy kicsit durvább vonalon mentek el, mint anno az első résznél. Hogy azért komolyabbak voltak a dolgok. Hát most mire gondolsz? Hát az első részben azért volt az, hogy ott a köveket raktak, meg mozgást hallottak az erdő éjszaka. Itt meg azért röpködtek a sátrak, meg minden. Meg az erdőben is kergették őket szó szerint. Hát ja, ja. Ami nekem nagyon durva volt, hogy itt is megjelentek azok a hudubobászerűségek a fából. És akkor az egyik karakter az egyiknek a... Ugye volt egy ami... Ez a... Hát mondjuk budubabának. Budubabának, vagy totem, vagy mi volt az. Rajta ott az egyik őjük haja, a másik meg fogta és így összenyomta, és akkor az a csaj, akinek a haja rajta volt, az is meghalt. Így összenyomta. Derékba tört. Nem tudom, nekem mondjuk az... Hú, mit akartam mondani? Basszus. Volt ja, hogy nekem a legparább az, mint gondolati síkon az volt, hogy így most gondolod, hogy volt az a rész, mikor megjelentek az a pár, miután szétváltak. Igen. Mi megjelentek, és hogy már 6 napja kóborolnak, és hogy nem kelt fel a nap, ők meg még csak 1 napot éltek. Igen. Hát, hogy gondoljatok bele, hogy milyen durva lehet, hogy ilyen időugrókba bekerülni. Mert bekerülnek egy időugrókba, lefeküdtek este, és akkor... És nem kelt fel a nap. Vagy az, hogy az első este után lefeküdtek, és 2-kor keltek fel, és kb. A pár órát töltöttek, és már megint sötét volt. Ja. És utána nem kelt fel a nap többet. És mondjuk itt a ház teljesen máshogy volt ábrázolva, mint az első részben, de szerintem ez sokkal jobb volt. Az első részben romos épület, ami bárhol megtalálható. Itt meg azért egy elég parás, ilyen ház, ami a véres gyerekkéz volt. Az nagyon durva volt amúgy. Komoly volt. Szerintem az egyik legkomolyabb horrorfilm amúgy az Idegölés 1 meg a 3. Annak ellenére, hogy nagyon vajad az első részre, baromi jó amúgy. És ez többször nézhető szerintem már. Ezt azért meg lehet nézni egy jó párszor amúgy, mert tényleg szórakoztató a film. Hát már akinek, mert ugye vannak azért, akik így a horrorfilmek terén is inkább így arra mennek, vagy mit tudom én mondjuk, mondjuk egy példát, mi volt a halálos kitérő, azt hiszem, hogy igen. Vannak akik inkább ezeket az ilyen véres, gyilkolászós üzeikat szeretik, mikor valaki gyöldök, nem tudom én ezeket inkább az ilyen paramisztikus. Hát, nekem ugye az S, halálos kitérő egyet az volt, ami nagyon tetszett, a többi már ilyen túl... Látszott az, hogy minél több pénzt akarnak lehúzni róla, és a végére már átmenek ilyen Z-kategóriás horrorfilmekbe, és ez nagyon sok tipikus ilyen... Nagy legendás horrorfilmnél, például a Halloween filmek is például. Az el volt egy baromi jó rész, ott meg akarták lovagolni utána, és egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb részek jöttek, ugye a 2018-as rebootig. Az volt a Péntek 13-nál is ugyanúgy felfedezhető, hiába az én best az én filmem. Azért mégis észrevető volt egy jó rész, és akkor érezhetően csúszik lefele egyről egyre. Tehát ez akkor van így, amikor nincs előre kész, ugye? Tehát mert mondjuk van olyan, ami mondjuk így előre kész van, már például mondjuk egy Harry Potter könyvsorozat, akkor nem az van, hogy erről húzunk le még több pénzt, és ezért, hanem egy már megírt történetet filmesítenek. Mert azt jó, mondjuk egy kicsit szerintem az utolsó részeiben azt is elbaszták, de azt hiszem, hogy az utolsó részei, amik filmesítve vannak, azok például utó a filmekről lettek könyvesítve.
És azért visszatérve, ugye az első résznél annyira nem voltak lényegesek a karakterek, szerintem azért annyi nem volt bennük. De itt például a háromban szerintem sokkal jobb lett volna, kicsit többet is megtudunk az adott karakterekről, mert igazából az első részben is mind a háromról megtudtuk, hogy kicsodák ők, micsodák, de a harmadik részben voltak olyan karakterek, akikről azt tudtuk, hogy micsodák. Viszont a második részben, így hogyha így belegondolunk így a karakterek szempontjából, viszont az egy sokkal jobb film volt. Igen. Mert nagyon például, hogy a gyerek az elmegyógyintézetben még ilyen emlékképeket is összegörgettek. És azért hiszem, hogy ilyen horrorfilmet baromi sokat hozzá tud tenni, hogyha a karakterek szerethetőek. Vagy hát vagy legalább ismered a mienségét. Igen. Mert például ott volt apácán, az apácában a fő... ami nekem nagyon nem jött be az apácát, ugye hogy a karakterekről semmit nem tudunk, nem tudjuk, hogy miért pont Börkötyet, miért pont az Alin nővért akarják oda, semmit nem tudunk, csak hogy ők jók a küldetéshez, de ezen kívül semmi nem derül ki, és ez számomra egy baromi nagy hátrány. Hogyha egy ilyen semmilyen karakterek vannak benne, akkor nem tudom annyira átérni. De szerintem csak a lányról kiderült, hogy miért pont ő, mert hogy ő még nem volt teljesen felavatott a pálca, vagy mi is, hogy valamit róla mondtak, hogy miért pont ő. Nem, amúgy nem. De az esküszöm, mert valami, hogy ő, vagy nem volt szűz, vagy valami volt. Nem tudom, nem rémlik ennyire. Nem. Szóval igen, akkor azt mondom, egy horrorfilmben a karakter az nagyon fontos része a filmnek. Ja. És azért ez a három is azért elég sikeres volt a kasztáknál, de azért az első rész nem tudta ezt se überelni. Már elég ritka, amikor az első rész sikerül überelni amúgy egy filmnek. Ilyen rövid, főleg horrorfilmnél, mert azért az első mindig nagyot üt, és azért utána egyre megy lejjebb a dolog. Hát igen, amúgy. Igen. De általában így van. Én például mondjuk sokan nem szeretik a Prometheus című filmet. Hú, én szerettem amúgy. Én szerettem, és amikor megtudtam, hogy lett második része, akkor viszonylag nagy hével álltam. Ja, Covenant. Igen, és hát igen. Az olyan szinten rossz volt, hogy elrontottam még az elsőt is. Hát igen, én azt a filmet, nem, szerintem. Alien filmet nevezni, hát tényleg bűn. Hát ja. Én például baromi nagy horrorfilmes fan vagyok, szóval kell lefekvéshez is horrorfilmeket nézek. És így azért sok a csalódás. De ez a Blair Witch 3 meglepett, mert amúgy a sok negatív ellen összességében egy baromi jó film, baromi szórakoztató tényleg, amit szerintem bármikor meg tudnék nézni újra. De és igazából... Akkor örülök, hogy tetszett. Igen. De nem mondom, hogy eszembe se jut, meg nem is kerestem. Hát ha te nem mondod, hogy több része van, akkor én meg is állok keresni, hogy hány része van ennek. Igazából a Blair Witch-ről szerintem elmondtuk, hogy mindent, hogy kibeszéltük, vagy van még valami szerinted? Én nem tudom. Szerintem hogy konkrétan a történetét elmondtuk egyáltalán. Tehát, ja, végül is igen. És ugye a vége az, hogy ugye ugyan, mint az első évre senki nem éli túl. Így van. Meglepő. És akkor ennyi. Úgyhogy köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Ja, én ajánlom. Azt még azért hozzáteszem. Mit? A fiam. Én is ajánlom. Mit? Ja, újabb egy komolytalan videó tőlünk. Jó van, hát itt igyekeztünk azért. Így van. Úgyhogy további jó szórakozást nektek. Sziasztok! Sziasztok!